אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר, בעמוד 474. ניתן למצוא את חומר הלימוד. Jó reggelt mindenkinek! Bál a szóval írásából olvasunk. Beszéd a Zohar befejezése alkalmában. Kérdéseket lehet feltenni, és ezeket meghallgatjuk a lecke során. Beszéd a Zohar befejezése alkalmában. Ezért azok, akik az elérésben könyveket írtak, és leírták ezeket, leírták a tapasztalatokat, allegóriákat használtak. Meg kell értenünk, hogy meg lettek jutalmaz ezekkel a fokozatokkal, és elérték ezt a közös elérést. És azok, akik nem lettek megjutalmazva, szintek teljes mértékével, akkor képtelenek megérteni ezeket a leírásokat. És azok, akik egyáltalán nem lettek megjutalmazva az eléréssel, és nincs közös elérésük, egyáltalán nem képesek megérteni semmit. Ez azt jelenti, magyarul, hogy minden az elérésnek meg van lemérve. Az, aki nem ért el szintet, az egyáltalán nem értheti meg a kabbalista könyveket. De látnunk kell, hogy azáltal, hogy a feltárásos sovárok, azoknak a dolgoknak a feltárására, ami le van írva, és ezért összekapcsolódik, akkor a reformáló fény, ami a könyvekben van, az hatása van rá. És ez a munkánk, ez a teljes munkánk, hogy összegyűlünk, felébresztjük a fényt, és így haladunk előre. למצב שיכול להתגלות בנו כבר כאור הפנימי, אז אנחנו... הרפורמה מפיין, יון, רדיו קרנק, קוריקה היה קפצ'רטות. ברור, בסדר? טוב. יש סייפ לשון, אל כזדיק מגיעת לי, מי לא יש בסרטק הקבלשטיין. זה וילגוש. אירון. בכל זאת יש את התורה החוצית. Többé-kevésbé értjük a külső tórát. Jó, mondjuk így. Tehát mit tudunk nyerni a külső tórában? Nem tudom, hogy mire vonatkozik, amikor azt mondod, hogy külső tóra, mi a belső tórát tanuljuk. Hallottam az embereket, akik a tóra külsőségét tanulták, de nem tudom, tényleg nem tudom, hogy ez mit jelent. Nem értem, hogy mi a külsőség a tórának. No. Tehát elmondunk egy imát, és Rav mondott héberül egy rövid áldást. Ez nem tartjuk külsőségnek. Értelemtől fel irányozom be magam. Ez mind annak a színnek megfelelően történik, hogy milyen színben vagyok kapcsolatban vele. Tehát, hogy adakozni tudjék neki. És ez után tudom megáldani őt. Ha már kapok tőle valamit. Tehát, hogy nem kapok tőle semmit, akkor miért áldom a teremtőt. Tehát ezzel föl kell készítem az edényemet. És ez minden apró illuminációért, amit megkapok, áldanom kell őt. De nem kapok meg tőle semmit, mert az én edényem még nincs felkészítve rá, nem is rendelkezem még edényel. שאני נמצא כמו ילד. אקור מיירט אדנאבט. אומרים לו מה לעשות, שיגדל.
Inkább olyan vagyok, mint egy gyerek, akinek elmondják, hogy mit kell tennem, és szép lassan felnövök. És elérek olyan állapotokat, amikor megszeretek a teremtőt, hogy adakozzak neki. De eddig csak a gondolatom van meg, hogy ezt meg kell tenni. Tehát olyanok vagyunk, mint a kis gyerekek. Nagyon sok más szokás van, amit követünk. Bizman se bete migdash kayam. Shmita Eva minden 7 évben mi szokás. Pulotshik shurot. Nagyon-nagyon sok szokást követünk. Pulotshik shurot le kavana. No. No. But to avoid suffering and to live in. Elkerüljük a szenvedést. És egy ideális módon, egy vágyott módon éljünk. Tudnia kell az emberek külsőek, hogy mit tehet meg és mit nem. A külsőségben, a cselekedetekben. Ez igaz. Hogyha tudod mihez kötni őket, akkor végre tudod hajtani. De én nem tudhatok helyettet. Én megtanítanom neked, hogy mit csinál a kabala bölcselte. Mit mond a kabala az embereknek? Én csak ezt tudom közvetíteni. Nagyon sok hely van. Ahol arról tanulnak, amit te kérdezel. A külső tórák. Ezeknek a helyeknek egy részén én is tanultam. Hát, hogy úgy gondolod, hogy ez hasznos neked, akkor mi is tanulni. Én nem helyezek nyomás senkire, hogy itt maradjon. Hát akkor miért vagy itt? Mi, amit csinálunk, az az, hogy a Tóra külsőségét megpróbáljuk kiegészíteni a Tóra belsőségével. Vannak a szándékok, vannak a cselekedetek, és vannak a szándékok, hogy ez írva van. A cselekedet szándék nélkül az olyan, mint a test lélek nélkül, hogy ezt olvashatjuk is több helyen. Ezért próbáljuk az ember lelkét beteljesíteni. זה הכל. זה מה שאנחנו עושים. כל העולם לומד איך לקיים בסלק, קרבזה טשטייסק לא מתקרב כשאלי. זה מילה תיוק, איזה כלי רק למולד כל זה, כל היית כאלה. זאת איזה כבר שוט שלה כדי, כשכי כאלה זה לי רק בבין רבה איתן. אני אגיד לך עוד יותר, שיכול להיות שתגיע למצב שאתה לא רק תשאל, אלא תתחיל לעשות את זה. Lehetséges, hogy elérsz egy olyan állapotot, amikor nem csak kérdezel ezekről, hanem elkezded ezeket megtenni. És folyamatosan a teremtő gondolatában leszel. Össze akarsz kapcsolódni velem, ahogy a kabbalisták mondták, hogyha össze akarsz kapcsolni a teremtővel, még ha iszol is valamit, akkor ezzel is meg tudod áldani őt. אין לך פעולה קטנה ביותר שאתה עושה אותה בצורה אקראתית, שאתה לא יכול לקשור לבורא. Minden apró cselekedet tudatosan teszel, akkor összekötöd magad a teremtővel. Ezért írták le mindent, az összes áldást, hogy kell cselekedeteket tenni, pontosan a gyakorlatban, hogy meglegyen a teljes kapcsolat a gyökér és ezek között. Bizmanagalut lo, aval enakhnu nimtsaim kvar biitsiya megalut.
אז לכן כל הפעולות חיצוניות הם צריכות ez pontosan szervezetés idejére írták, ahol mi is vagyunk. Ezek a külső cselekedeteknek. Ezeket mindig hozzá kell tenni a szándékot. Én mondom neked, ide jöttél, és itt a szándékról tanulunk. Hogyha cselekedetekről akar tanulni, ez nagyszerű. Ez a te dolgod. De akkor valahol máshol megnyíl, hogy ezt tanulják. Én nem ezt akarom tanulni a gyáron. Én azt szeretném tudni. Im katuv, al tase ze, ze lo tov tase lasot et ze, ve ze tov lasot ze. Hogy kell leírják, hogy tedd ezt, ne ezt ne tedd, mert ez nem jó, ez jó, ezt tedd. Akkor ez mit jelent nekünk, akik a spirituális előtt vagyunk még? Gyökreknek és ágaknak megfelelően a kabelusok leírtak mindent. איזה צד? ימין. ואחר כך, שמאל. אז הם כתבו את זה... először a jobb oldalra kell irányoznom magam. Leírták, hogy először rakod a jobb oldalra. Vagy a bal oldalra. De ez mit jelent? Ez az a felső párcufnak megfelelő cselekedet. A cselekedetek először jobb oldalon jönnek, a haszadimon, majd a bal oldalon, a hokmában. És így öltözik be a fénybe. Mint egy ruha, így ölti magára. Tehát a kabelség írtak például az ételről, hogy hogy együnk, de ezeknek mind a felső gyökerét kell látni. És az ágak nyelvén írták ezeket. És ők csak az ágak nyelvén beszéltek. Hogy az emberek megteszik ezeket szándék nélkül, hogyha nem adják hozzá, akkor ez csak megcselekszik, de ez nem elég. Nem vagyok ellene ezeknek, de látnunk kell, hogy ez nem elég. És segítek neked, hogy mind a kettőt végre tud hajtani. Külső és a belső részt is. Én Bálaszám Szavisz szeretné kapcsolatni, hogy van egy kötéle, amit a teremtő ide dobott nekünk, és mindenki megragadhatja ezt. És ahogy írja Bálaszulám, a Tóra, vagy a túra külsősége, az ennek a kötelnek a végét jelenti. Ezt mindenkinek meg kell tenni? Mindenkinek el kell tenni a végső korrekciót, magyarabb. Még a legkisebb tanulnak is. Meg a legidősebbnek. Itt nincs itt több vagy kevesebb. De teremtő nem tesz megkülönböztetés, hogy te érzelben jött, te korrigálod ezt a petetikvából, te nem. Persze, szavainak megfelelően folytatja barátunk, felmerül egy kérdés, hogy mindenki megragadhatja ezt a kötelet. De mindenkinek meg is kell mondani, de hogyha megtartod... Mindenki előtt a Tóra íze jön el, és aztán ez a Tóra titkai. Tehát itt beleszám, mindenki elérheti akkor az összetapadást, mindenkinek el kell érnie. Tehát el kell érnie. Vissza kell menni az Ein-Szofba, magyarabb. Mindenkinek. Tehát nincs olyan ember a bolygó felszínén, vagy aki Antarktikán él, vagy Amazon esőerdőiben, Afrikában, teljesen mindegy. Mindenkinek el kell érni az összetapadást. Tehát van egy különbség, hogy el kell, vagy el tudja-e. El kell, magyarabb, mert ez a teremtés terve. Megpróbálok segíteni a feleségemnek elérjek, de úgy látjuk, hogy nem tudja. De neki is el kell, mondjam. Én a Dvekutról beszélek, vagy a barátunk. Igen,
az összetapadás. Akár tetszik, akár nem, magyarabb. Vagy a behító útján, vagy az Ahisna útján, de ezt el kell érni. Ezt minden ágnak vissza kell térni a gyökeréhez. És ez biztos, hogy mi azért, hogy már az Ein Szofban létezünk. Csak nem vagyunk tudatában. Tehát, ha van is kétséged, ככה זה? ומה זה כל אדם? זה ישראל או שזה זה כולל אומות העולם? זה לא חשוב ישראל, זה מדינה בר ישראל, ישראלנק יש וילג נמצאתנק יש. אז זה מי ידעק? ישראל יריאל, אלו ישראל יש בר סמל מגרס הנקונק, אז ערבות ציגבם. יש זוהר בניש. ישראל מתחילים את התיקון. יש תפיין שלה ונראה קבלה בלצ'רטיבן. סך הכל מלפני 3,500 שנה בבבל. את ישראל, אסף אותם מי שהיה רוצה, מי שהיה נמצא. עזוק את ילדתי, אקיקת אברהם עשת יויטות. מי זה ירקיף את הקבוצה הזאת, שנקראת ישר קהל. עשת יויטות, אקיקת בבלניה, כזו. וגם כן בכל הזמנים. נשמע לך פית את השופולטו, תגיד ישר אין הכיוו. והיו יוצאים כמה, איבדנו 10 השבטים. מה, איפה הם עכשיו? Nagyon sok ember csatlakozott, de később is hagyták, ugye a 10 elveszett törzsről is olvashatunk. Tehát létezik a teremtés terve, amikor mindenkinek kötelező elérni az összetapadást a teremtővel. Ez az út, amiről az amerikai barátunk beszélt. A parancsolatoknak a fizikai betartására. Tehát Áron beszélt róla. Tehát ez egy kötél, amit megragadhatok, és ez egy... Ezzel feltáratom a Tóra titkait. Nem, magyarabb. Mi van írva a kötél végéről? ולפיכך תורה המצוות קצר חבל שאין אדם ועולם שלא יכול להחזיק בו. ואם תופס בחזקה, דהיינו, שזוכה לעסוק בתורה המצוות נשמע. מינקי נתמגו אז ירדמה. מתי אתה אוכל? שאתה מגיע להשתמש בתורה המצוות. אז עשיתי, עשיתי מגרקת הכתל ויגד. או יש לך לזה נטייה לפחות. אז עשיתי, הוד... שאתה כלול מיצר הרע... אל ירכז התור הזה שפורנק של אותו כל זה שהכז את דגרה הנה, אז תהיה ישן. ביטריה גורכן דאורייטה, וכך להתקדם. הוד זה סחוס. תופס חוט יותר ויותר ועד... גונוס ועד, גונוס הלם... ואז יש לך מדרגות לנשמע... קורגיאלות, אפייניאק, שאית מגרדות כותל רגית, és a 620 fok azon felemelkedett el ismához. Minden embernek meg kell tenni, és minden embernek el kell érni a lelki gyökerét, és nincs, nem lehet ebben probléma. Mert ez a teremtő programja, amiről képtelen vagy megfutamodni. Vagy elfutni. Lefnei 500 sana itkil a tkufat a kapitalizm, kol a bankim, tásia, 500 évvel ezelőtt elkezdődött a kapitalista éra bankokkal, ebben mi új jelent meg. És ez megtörtént, és az emberek csak így áramlottak, vagy sodródtak a történetekkel. Mindenki belépett a bankba, vagy ahogy most legutóbb a válságban. Mindenki csak hall ezzel az áramlott, és ez hasonló a spirituálterben. זה תוכנית של הבורא, תתחיל לממש אותם לפני שהוא מתחיל לעשות את זה עליך במכות. אז תתקדם בהישר. מה כן, אבל שזה נקרא תרמת את הערבית. ולפי התוכנית הזאת, לכל אחד... יש איזה אגי שאני לא הייתי חד, נגמרת הייתי בגלל צ'ופה שכמו מקסימום לפוק. בתיקון הבריאה, וכולם חייבים להגיע לזה. מינדן, אמבר,
bele van helyezve ebbe a korrekcióba, és mindenkinek el kell ezt érnie. Bár a írja a bölcsek gyümölcsében, mindenki azért lett megteremtő, hogy elérje a teljes lelket, és hogy a teremtő ragyogjon rá, és elérje az teljes és örök összetapadás a teremtővel. Tehát mindenkinek az a feladat, hogy betértsítse a rendszer. Ezért létezik ebben a világban. Mindenki olyan, mint Adam Harrison. Mert mindenki Adam Harrison. Mit mond nekünk a leszre? Hogy a világ nemzetei. Ők is, neki is el kell érkezni a teljes korrekcióhoz, mert ők az Ahab. Ők a vaskos nagy vágyak. És ők Adam Harrison általános részének a gár részét képviselik. Hogyha egy háziasszony ül most a tévét és néz minket, akkor ő hogy képes megragadni ezt a kötelet, amiről Bálszám beszél? Folytassa, kövesse minket, és nézze, hogy miről beszélünk. Ez a kötél vége? Igen. Én komolyan mondom neked. Van egy cselekedet, ami belefoglaltatja magát, bennünk foglaltatja magát, akkor ő is magára vonja a fényt, mert van egy vágya, hogy itt van velünk, és ez elég. Ahogy magunkra vonjuk a fényt, egyre nagyobb problémákat tapasztalunk, de ezek fölött a fény még jobban ragyunk ránk, fölé emelkedünk, és egyre nagyobb megértésben lesz részünk. Mindenkinek segítenünk kell Izraelben. Amnon, no. Rav, és po kilo másul lefői. Amnon. Rav, van itt valami, nem tűnik túl igazságosnak. Van egy ember, aki Grönlandon él, ő honnan tűne ezekről? Hallottam egy általános rendszerről, ez a famos rendszer. Az összes ember bele van foglalva, összes lélek, mindenki, aki megérkezik ebbe a világba, vagy elhagyja ezt a világot. Minden ember, mindenki benne van ebben a rendszerben. És ez a rendszer megtesz mindent. Ez fölébreszti azokat, akiknek föl kell ébredni a folyamatnak megfelelően. A sorrendnek megfelelően. קבוצת הנשמות שהם התגלו עכשיו לעומת האור, התחילו להתעורר, אתה, אני וכל האלו. והוא שבגרילן חי, הוא עדיין לא... אין, אסיימה יקנק הרנצנק, הכירר, אוי, רגע, תפיין, יש פרקת יפרדנו. גרולנדו מי... גרולנדו יגיע מרנם, נתו נקי, אוי, בסעז יברה מסוג שגע. מפתח תקווה שלא מתעורר, בשומה לחיות בגרילנד, מספיק כאן, 5 מטר מכאן. De olyan emberek is vannak, még Petatikvában is, akik nem ébredtek fel. Nincs ezzel semmi probléma. Lehet, hogy nagyon jól él ettől, de ő még nem ébredt fel. De mivel még nem ébredt fel, mi nem tudunk odafordulni hozzá, nem tudjuk megközelíteni. Mert a Kabbala bölcseletének tanulása következtében látjuk, hogy ez a mesiás generációja. És ezután kötelezni kell, kötelezve vagyunk, hogy terjesszük a Kabbala bölcseletét Izrael nemzetének,
És Bereszám leírja, még érdekesebbet, hogy, hogy a Kabbala bölcsét és az egész világnak terjesztenünk kell. És ez az, amit még nem értünk. Ugye a fáraó ki is jön Egyiptomból, nem tudja Izrael szerepét. Miért jött ki Izrael tagja Egyiptomból? Mert pontosan ezeknek a feltételek megfelelően érthetjük meg a célunkat. És ezért ad olyan példákat nekünk válaszolom, ami világosak. Világosan kimondja, hogy publikálnunk kell a Kabbalát az egész világnak. Mert másképpen mi más tehetnék? Folytatom a tanítást. A nappalimban tanítottam az embereket, akik jöttek. Tudod, egy apartman, és ott fogadtam az embereket. És jöhetél Bársavából, még a sabbat étkezésekre. És még a sabbat étkezések is a nappaliban voltak. Tehát akkor hogy viszonyuljuk az embereket? De ahogy tudom felébreszteni őket? Tehát nem kell senkit nyomnunk. Én csak a mi szerepünkről beszélek. Nem mondom senkire, hogy bűnös vagy nem bűnös. Ők egyszerűen nem hallanak meg minket. Én nem helyezek nyomást senkire. Senkire nem helyezhetünk nyomást, csak saját magunkra. Még a nagy tanára, Bereszlám, Rabas, Rav Kook és az összes kabbalista. Ők azt hittek rá, hogy mit kell tennünk. És egyelőre ezt még nem tettük meg. De ez a mi hibánk akkor? Oké, magunkra helyezhetünk nyomást, és helyeznünk is kell. A Mesés kürtjében írja Bereszlám, בסוד הכתוב ומלא הארץ דעה. אז וילה גסטש נמזת עינק. מכה קוסני ישראלנק. עוד ירבה עוד. יפלת מגסטולת ואז איש מלטיבל. ועל כן כתוב שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי. Az Izrael tagjai jöttek Egyiptomból, és föltárják a bölcsességet minden egyes nemzetnek, és ezért a nemzeteknek minden egyes izraeli embert meg kell tartaniuk, mert nem tudnak kijönni a számzatésből maguktól, és ezért meg kell értenünk, hogy miért van ekkora vágya a nemzeteknek, hogy terjesszük nekik a valódi bölcsességet, az igaz Isten és az igaz törvény bölcsességét. És akkor eljön a Mesiás, a kürt el, és a kürt hangja szétterjed az egész világon. Ezért kell ezt megtennünk. De mi kötelező vagyunk erre? Értem, hogy nagyon sok kérdés van, de kicsit haladjunk előre a szövegben is. 75-ös oldalról folytatjuk, második bekezdés. Most már mondhatjuk, hogy a teljes hozzátapadás és a teljes elérés az 120 szintre osztódik föl. És ez csak a Mesiás generációjában és a Mesiás idején lesz elérhető, mint a 125 szint mindenkinek. És ez a különbség a Mesiás generációja és minden más generáció között. Egyes,
Mesélyes generációban mind a 125 fokozatot elérhetjük, és más generációhoz nem történhet meg. Kettes, a generációkon keresztül azok, akik felemelkedtek, és meg lettek jutalmazva a hozzátapadással, ahogy ezt a bölcsőnk írják, ezerből egy ember találtam. És ezért világos, hogy csak nagyon kevesek érhették el ezt a mesélyes generációja előtt. De a mesélyes generációban mindenki meg lesz jutalmazva az eléréssel és a dvekuttal. Ahogy az írva van, a Föld tele lesz az Úr ismeretével. És nem senki nem tanítja meg a másikat, mert mindenki ismerni fogja az Urat. Nem lesz kisebb és nagyobb közöttük. És ez Rasbi és generáció erős érvényes, akik elérték a teljes 125 fokozatot, még a mesélyes generációi előtt is. Ezt a Zohárban, nincs több ilyen generáció Rasbi és a mesélyes generáció között. A Tóra titkai éppen feltárulnak, és elérhető válik mind a 125 fokozat. Ezért írva van a Zohárban, hogy a Zohár könyve csak a mesélyes generációban a napok végén lesz feltárva. És ezért mondtuk, hogy ezek a fokozatok, akik tanulók elérhetnek, hogyha nem érik el, akkor nem lesz közös elérésük, és nem érthetik meg ezeket. És mivel a Zohar szerző elérték mind a 125 fokozatot, amit mások nem voltak képesek megtenni a mesélyes generáció előtt. Ebből az következik, hogy nincs közös elérés a Zohar írói és a mesélyes generációja között. És ez egy tiszta és világos bizonyíték, hogy a mi napjainkban elérkezett a mesélyes generáció, és elérkezett a mesélyes ideje, mivel az összes magyarázat feltárul a Zohárban. És a szavak olyan világosra válnak, mint a Zohár maga. De mi generációkban meg vagyunk jutalmazva a Szulám kommentárokkal, amely teljes magyarázat a Zohár összes szavához, és ezen felelül ezek egy tisztes világos analízisen alapulnak. És ez Zohár ezért tárul fel a mi generációnkban, hogy tiszta és világos bizonyítékot adjon, hogy a mesélyes generációhoz érkeztünk. És ez írva van, a Föld tele lesz az Úr ismeretében. Kérdések. עדיין ספר הזוהר זה כאילו עדיין לא ברור מה זה הדבר הזה הזוהר כנבא מיג מיניג נם וילגוש סם קרויד מי יש הספונטש ומיניג אמיקר בסיין קרולה ואז איזה רגע גם אנחנו זה כמה שנים עשינו על תרם תשלה כפונטש שעוד היה נקטוני אז איקס ומשיכים הלאה אולי אפילו טעס יותר חשוב עדיין לא מובן מה זה הדבר הזה Évek óta olvassuk, de van, hogy ez még egy tesz fontosabb. Mi az igazság? Ez beleszem el, hogy ez nagyon sok bevezetőjében is, és a könyvezét bevezetőjében is, hogy miért fontos a Zohár, és hogy mi ez tulajdonképpen. Ez egy nagyon speciális reformáló fényt tartalmaz. Egyfelől. Másrészt pedig
בכל הדור. אז אלי ריש פולה שוואליק. אבל בצורה חלקית, זה שבעל סולם אומר שלגמרי לא קבל את ספר הזוהר. בכל גובה של מאה עשרה. אז נתן שאולבשת הגנרציה תוקו, קרסטו. כל היצירה הזאת. זה שואל נמי יתיק אל מינדה סאסוסות פוקס אתון קרסטו לא זוכר. כל החמישה קילים. מתי היה זאת הזה דיניק. זה מדובר על האור שמעבר לצמצום בית. בצמצום א', אור אין סוף. אין דבר כזה. אז היה, הייתה כזאת תקופה, אז היה ששם משהו מקסריטה שסקופצ'ודיק. לזמן מה? משהו מקסריטה שמקסריטה שתמרתיקה. ואין יותר. שזיתו אלו רחו את אהבל? ממנו והלאה כולם יכולים לשאול. אוגיה זוהר אירו יתי זמבר. אלי יתק מיירק? בסוף הדורות שוב נסיק מה שכתוב שם. אז הוא כאילו נכנס לפרקטיקה המלאה רק עוד קצת זמן בתהליך. עושה יותק יש מגירתק? יש איזה... מה שוקנם על תקיפה שכנני? אגיד סלם שיש גנרציה אוהי. ספר הזוהר... אז זה נפונטר שמיתן רונק? זה גילוי. Mert a reformáló fényt vonjuk magunkra a Zohar könyvén keresztül. De a Zohar könyv a feltárás. Egy olyan eszköz. Ez egy eszköz, amivel magunkra vonjuk a felső fényt. Ez nem csak egy nyomtatott könyv. Ez egy rendszer, amit teljesen korrigált. רצונות שלהם תיז אמבר אל תול מקסרקסטט אקיק אוסקאפצ'לטק ואדייקט את תקירטש מודן שתרם תפלי איראנסטק יש אזנה רנצרן קרסטו שיליה זה שיליה כן כמו דרך שיליה אז כולם יכולים לקבל אז בעצם גם שאנחנו כאילו קוראים יש מינטה פלוצנטת המי לפיין קרסטו מינקי מקפטה פיינט ודאי. אז לא חשוב איזה, כל הנקבלים, בכל הנקבלים, בכל הנקבלים, בכל הנקבלים, אחרי ספר הזוהר, תרמיס איזה שאני מקבלים, הוא היה טסט, טסט שאול מה שאת יוגדה, הקבל יש תק, גנרציה קונקרסטול, חורבן, כי אחרי חורבן, זוהר, רון קרסטוש מהקפתק מנדד, מיירת, מרת הטמפלום רלמבר שאולת בלפטינג, אז אוטושו, סמזדתש בה, שבלי זה יש את סמזת יש כסדתין פלטעתק הקפצ'לטות עד שהיה חורבן לא היה חורבן היה מספיק מה שהיה מרגע שנעשה חורבן טמפלום לרומבלה שגיס נמתו תק מקטני טמפלום לרומבלה שקביל את המעט בלבדונק הסמזת יש בה és a számzetes végéig elkezdünk használnunk a Zohára a kapcsolatot és az Ein Soffal való kapcsolatot. Mert ez az igazi számzetes. Más számzetes az nem a valódi számzetes volt. Volt az Istenségtől való leválasztottság az egyetlen számzetes. היו גלויות שהיו יותר בדרגה רוחנית מגאולות. למדנו את זה. זה שוק. שם זה תשאל תנותום. זה אתיאטלן. אתיאטלן איגזי שם זה תש. אז אישת השקטור ולא לבעל הסתות שק. בית המקדשת של מידע שני מוכן דחייו. יש פונטה של אבן זה איתו סקבן. אז... amikor kijöttünk az első és második templom lerombolásából a Mohinde helye és Mohinde esemben szintjén, akkor alapozták meg egymás között a kapcsolatot, ez a tíz lélek, és akkor kezdte ezt használni. Ezután lett a könyv elrejtve, és föltárult a világ különböző pontján, különböző módokon. História lorgila. Pitom macó ez a dapin. Ez valóban egy nem átlagos történet. Ez mású... Ez kacha cerikha lehet chumát a kabbalá létgalot ken. Megtalálták a piacom. Mi a galót, bicura kazóti cerikha lagia.
És mit csinál, kalandos úton került ide. És pontosan ez a módon, hogy kapod a bölcsét, hogy feltárod. Egészen a számvezetéstől a napjainkig. Megértjük majd ezt a történetet. Megértjük, hogy mennyire elrejtett út ez. Hogy vagyunk képesek megragadni ezt, hogy használhatjuk függ a saját megszerzési vágyunk korrigálására. Pontosan ez nem módon fog feltárulni. Afilo en milim lasbir otam kacha ze mitokh khoshakh kine shuk dolog fog feltárulni, és nincsen kis szavak, hogy ezt elmagyarázzam. Sasha Moszkvából kérdezi, hogyha nem értjük meg a Zohar kommentárokat, tehát válaszol a magyar ezzel, ettől még a mesés generációban vagyunk? A tény, hogy nem értjük, mivel nem használjuk ezt helyesen. Egyelőre nem értjük, de a körbefő és reformáló fényt tudjuk kinyert belőle. És a megértés, ez a formaegyezésnek megfelelően érkezik el hozzá. Amikor felkészítjük az edényeinket az adakozásra. Mint a párcúfban, amikor a zivuk de hk-ban belép a fény, és megérzi a támimokat, tántákat, ízeket. Így érezzük majd meg mi is a tóra ízeit. De csak azután, miután korrigáltuk magukat, és megtettük az ehhez szükséges cselekedeteket. De most nem az egész emberiségről beszélünk. De ugyanakkor mindenki képes lehet ezt elérni. טוב, כן אורן. למה בעל הסולם מתכוון שהוא כותב פה, בדורנו זה זכינו לפירוש הסולם. מי תהיה את הסיבה לסולם? בקרסתי את יחד. מגלתי אותם, אז הסולם קומנטר הקמי, איתה יש מגל הזאת. הזוהר הוז. פשוט שכל מעיין בינוני יכול להבינם. כן. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שאם אדם יום... Bárki, egy közepes képesség olvasó képes megérteni. Ez azt jelenti, mondja Raff, hogy az ember magára vonja fényt most itt napjainkban. Még hogyha csak egy közepes módon is. Tehát a Zohar, ami ezzel félre volt értve, az szép lesen mindenki megérti. A Zohar írói megírták ezt a könyvet több mint 2000 évvel ezelőtt. És Bála Szulám felfedezte ezt, és hozzáírta a Szulám kommentárokat, de előtte senki nem volt képes feltárni belőle semmit. Tehát miért tette elérhetővé? Mert ő megkapta az engedélyt felülről. Ahogy az idő a cselekvése című cikkben írja. Tehát ő kinyitotta ezt a világ számára. És mindenki képes ezután eljutni a lismába. És képes megérteni, hogy mi van a könyvben írva. Mert ezek a szavak az egy szavból érkeznek hozzánk. És az ember belép a lismába, és elkezd fölfelé mászni a fokozatokon, akkor képes lesz feltárni az is, és megérteni a Zohárt. És ez jelenti azt, hogy a messiás napjában vagyunk. A kommentárok előtt használták, de képtelenek voltak
tehát a könyvet magát használták, de képtelenek voltak feltárni. Az ember különböző dolgokat szedtek ki belőle, de nem voltak ezt teljes egészében, nem voltak képesek ezt teljes egészében megérteni. Tehát ez más, hogyha magamra mondom, reformál a fényt, vagy szó szerint olvasom, ami a könyvben van írva. Ez kemo zsanáknak, hogy itt mi kablim ez a trufámi a rofé, igen? ומשתמשים וזה עוזר לנו אבל אני לא יודע ez olyan, mint amikor egy gyógyszert kapunk az orvostól és azt használjuk, de nem tudjuk, hogy hogy működik, és még az orvos sem tudja, hogy pont, pontos hatásmechanizmusát. És ez hasonló itt. Tehát használhattuk és élvezhettük a zohárt a számüzetésben, de nem érhettük el, ami benne van. Mert ezelőtt nem tárult még föl. Nem tárult föl ez a speciális fény. כמו שאנחנו רואים היום בחדר לימוד, אנחנו צריכים להגיע כאילו עולמי פה, ואנחנו השבוע, החדר הזה יהיה כפול. זה הגיעות לנו כבילג שפורט, שזה גיד שילג שפורט. חדרים שכבר יגיעו להתחיל לעשות הכנה חזקה. מגיע כזיק, בהיתן. והם רוצים להיות בקשר עם הכלי העולמי. אז אולי מהאווירה הקסומה הזאת של הזוהר והפתיחה, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשאול פה. Megteremthetjük ezt az atmoszférát a zohárhoz, hogy magunkba vonjuk a fényt. Hogy kell fölkészülnünk például a mai ebédre, amikor az egész világcsoport itt lesz? Minek kell lenni ennek a közös iránynak? Az tiszakmú benekem matáj, ve az anachnu nase beemce jom, איתכם יחד איזה לימוד, שיחה, מה שתרצו. הנפ שורם. אני אמצא מקום וזמן. בסרגטים, תנו לונק. תדברו עם הדיון, כן? ושיסדר לנו. בסרגטים, כבר כיבס, נבית את המקי? יש מקטר וזה נקנק הנפ שורם. יש ערן דזוק. כן, אני מוכן. כן, אנחנו נפגשים פה היום בצהריים כבר חלק עם הכלי העולמי להתכונן, עם ועדת חברה פה ב... כן, אבל... רק הזו כתעשת. אם אתם נפגשים, אז... יש אסוציאלית שבזאת שגה, יש מילה שפורטה. שיהיה תרגום לספרדית, לאנגלית, ללדת כמה שפות, לרוסית. מה כסר בזו כפורי תעשת? שפניות, אנגולת, אורוס. זה אפשרי. אתה בניהל בתיש. אני פנוי. אני מוכן. זה זה היה צ'גש. תודה, הנה התלסק. בינתיישק. הקבלה קמפוס עקיבנק מן נגיד את בעזרתו לסקירם. קבלה על הפלאירות, הוג'ן קמצ'ו לגז עירתם, אז מה השטרס יוקנם בן? רחוב אלונים 45. הכניסה חופשית, לפרטים חייגו 1-700-509-209. מניאק הזה עלי הרדו שגקת. מחזקת את ישראל. אלפי חברים קבלה קונגרסוס מגיעים להתחבר בכנס הטובים טוב עזר תנו לו ירכזי קבילה אקבול נצפה בקליפ קצר בנושא שני זה כמו כדי רבית קליפ בט בזמן שהעולם נגד ישראל יש כאלה שבאים לחזק 6,000 איש, 64 מדינות, כנס אחד. טמבר, 61 אורסגבול, אגדלן קונגרסושם. קבלה לעם, 23 עד 25 בפברואר. בואו נפגוש את כל העולם, מחכים לכם. פברואר, 23 עד 25. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести. Объединившись навеки.
ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.